Köszöntöm nézőinket! Most következő adásunkban a járványügyi aktualitásokat követően Jónás Kálmánnal láthatnak egy beszélgetést, aki a 8-as számú körzet képviselője lett vasárnap. Ezen kívül foglalkozunk még tanévkezdéssel és számos más témával. Megrendülve fogadtuk a hírt, hogy Kis László, a HSR Rinosz Egyesület elnöke és alapítója, valamint a hajdúszoboszlói panaszláda alapítója szeptember 15-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Több alkalommal volt stúdiónk vendége, külső helyszínen is forgattunk vele, mindig és mindenben segített nekünk. Sokat tett a helyi sport életért, az amerikai focit népszerűsítette Hajdúszoboszlón, az amerikai futball szakosztály vezetője volt a HSC-nél augusztus közepe óta. Mindemellett jótékonysági eseményeket is szervezett. A Hajdúszoboszlói Városi Televízió minden dolgozója ezúton fejezi ki részvétét Kis László családjának. Tovább emelkedik a beazonosított fertőzöttek és elhunytak száma. A járvány második hulláma zajlik Magyarországon, a vírus már közösségben terjed. A kormány a koronavírus tesztek hatósági árának megállapításáról és a szórakozó helyek este 11 órakor történő bezárásáról döntött. Emellett kötelezővé tették a maszk használatát, a tömegközlekedés és az üzletek mellett a mozikban, a színházakban, egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. Fenntartják a beutazási korlátozásokat és a teljes körű látogatási tilalmat a kórházakban. Vasárnap időközi választást tartottak Hajdúszoboszlón a 8-as számú egyéni választókerületben, miután a körzet tavaly októberben megválasztott képviselője januárban lemondott. A vasárnapi időközi választáson három jelölt indult, egy Fidesz-KDNP hajdúszoboszlói gazdakör Mi Hajdúszoboszlóért, egy független és egy pedig a Momentum mozgalom jelöltjeként. A tavaly megválasztott Török Péter Endre, a Fidesz-KDNP hajdúszoboszlói gazdakör Mi Hajdúszoboszlóért képviselője januárban lemondott mandátumáról, ennek kapcsán a helyi választási bizottság az időközi választást írt elő április 26-ára, azonban ez a koronavírus járvány miatt szeptember 13-ára halasztotta. Vasárnap a 8-as számú egyéni választókerületben megtartották az időközi választást. Stábunk is kilátogatott a két választókörzetbe, ahol érkezésünkkor nagy volt a részvételi szándék, sokan érkeztek a szavazókörökhöz. A vasárnapi választás során nagyon ügyeltek arra, hogy betartsák azokat a szabályokat, amelyeket a koronavírus elleni védekezés érdekében hoztak. A helyi választási irodák a koronavírus járvány terjedésének megakadályozásáért a szavazóhelyiségekben készfertőtlenítőt helyeztek el, amelyet a választópolgárok a szavazóhelyiségbe érkezésükkor és távozásukkor is használhattak. A szavazatszámláló bizottságok tagjai maszkot viseltek a nap folyamán, és erre kérték a választópolgárokat is, továbbá arra is, hogy ha sorban kellett állni, akkor tartsanak legalább másfél méter távolságot a többi várakozótól, valamint vigyenek magukkal tollat a voksoláshoz. A betegek, a mozgásukban korlátozottak, mint minden választásnál, most is mozgóornát kérhettek legkésőbb a szavazás napján 12 óráig a szavazatszámláló bizottságtól. A szavazásra jogosult 2597 választópolgár 28,9%-a, azaz 750 fő ment el szavazni vasárnap. A független Jónás Kálmán szerezte meg az érvényes voksok 47%-át, akinek ezúton is gratulálunk és sikeres munkát kívánunk. Jónás Kálmán lett a 8-as számú körzet képviselője. Múlt heti adásunkban bemutattuk programját, most arról beszélgettünk, mit tart a legfontosabb teendőnek, és milyen jövőt remél a következő évekre. Jónás Kálmán nyerte a múlt vasárnapi képviselőválasztást, így mostantól ön a 8-as számú körzet képviselője. Nyilvánvaló volt, hogy behívjuk önt a stúdióba ennek fényében egy beszélgetésre, ön viszont azt mondta, hogy találkozzunk itt a játszótéren. Miért? Ezt nagyon fontosnak tartom, pontosan ezt a játszóteret, mert ez nagyon jól példázza, hogy milyen városüzemeltetési hibák vannak a körzetben.
Itt láthatunk egy félkész játszóteret, van egy kosárlabdapalánkunk, egy mászókánk, néhány hinta, de a másik részén a területnek minden további nélkül még lehetne új játékelemeket csinálni. A legnagyobb problémának itt azt látom, és ahogy a lakókkal beszélgettem, az is nagyon-nagyon fontos, hogy itt a játszótér és az út között semmilyen elválasztó elem nincs. A legelső, amit én szeretnék ebben a körzetben keresztül vinni, hogy ide építsünk egy kerítést, ennek nagyságrendileg 100 000 forint a költsége. Én ezt megpróbálom a testületen keresztül vinni, de ha esetleg mégsem sikerül, akkor egy új szemlélettel egy gyűjtést fogok indítani ezzel erre, és saját magunk fogjuk megcsinálni. Ugyanúgy, ahogy múlt héten most is támaszkodtam a közösségi oldalára, ahol azóta is, a választás elnyerése óta is többször tett ki posztot, és úgy fogalmazott, hogy a munka javarésze csak most kezdődik. Ez pontosan így van. Tehát vannak olyan programpontjaim, amihez nem túl sok pénz kell a megvalósításához. Ez egy különleges év egyébként ez a vírushelyzet miatt. Tehát vannak például, mint ahogy említettem, a városüzemeltetési problémák, egy 100 000 forintos tétel egy város költségvetésében még ebben az évben is megfizethető. De az egyetemi kapcsolatfelvétel is minden további nélkül megvalósítható, mert ez sem pénzkérdés. Valamint tehát a játszóterek, közösségi tereknek a kialakítása is viszonylag olcsón megoldható 3 paddal, 10 fának az ültetésével, tehát ezek sem olyan komoly problémák. Ami már komolyabb pénzt igényel, az például a Hóvirág utca felújításáról, amikor beszélünk, a gázlángpálya felélesztéséről beszélünk, vagy a tömegközlekedés átszervezéséről. Ezek a programpontok nem csak az én javaslataim és programpontjaim, hanem az ellenfeleimnek is a javaslataiban megtalálhattuk ezeket. Én csak bízni tudok abba, hogy ha ez a testület elé kerülnek, akkor ők ezt fogják tudni támogatni. Vannak olyan programpontjaim, például a fiataloknak a bérlakásépítési program, amit szeretnék elmondani, hogy Hajdúnánás is, akik nálunk azért nem annyira szerencsés anyagi helyzetben rendelkeznek, ők is megcsinálták. Ezt is hangsúlyosan fogom képviselni, valamint a kertészet területének a rehabilitációját a népiskanzán. Úgy gondolom, hogy ez mind a kettő olyan programpont, amit lehet támogatni egy képviselőnek, egy képviselőtestületnek. Én ebbe bízom csak. Úgy fogalmazott, hogy nincs idő kicsinyes vitákra. Az előző testületnek a munkáját felszabdalták ezek a viták. Egymás erejét is elvettük. Én megkerestem a polgármester urat és az összes frakciót, aki a képviselőtestületben van. Én egy új lappal akarok indítani ezt mindenképpen. A vírushelyzet miatt egyébként lehet tervezni? Ugye vannak ezek a pontok, vannak a lakosságnak is a különböző igényei. A vírushelyzet mennyire nehezíti meg ezeket? Gyakorlatilag most a városnak, kimondjuk vagy nem, egy válságköltségvetése van, tehát olyan pontokat, olyan felújításokat, intézményfelújításokat, a körzetbe járda felújításokat kénytelenek vagyunk elhalasztani, ami fontos és lényeges lenne a körzet lakói szempontjából. Múlt héten volt egy üzenete a lakosság és a képviselőtestület felé, akkor még mint jelölt, most azonban már mint megválasztott képviselő, van-e ugyanilyen üzenete? Azt fogalmaztam meg, hogy ennek a körzetnek 25 éve nem volt egy agilis odafigyelő képviselője. Megtiszteltek a bizalmukkal a körzet lakói, ezt most is szeretném megköszönni. Az érdemi munka most kezdődik. Remélem a képviselő testületben az én munkámat, az én programpontjaimat is tudják támogatni, számíthatok a képviselők szavazatára, de ugyanúgy számíthatnak az én szavazatomra is, hogyha az ő javaslatuk a város érdekében történik. Több mint 4,5 millió forint kárt okozott a gazdasági társaságnak az a vádlott, aki eladta a rábízott állványokat. A hajdúszoboszlói járási ügyészség nagyobb értékre elkövetett síkkasztás büntette miatt emelt vádat ellene. A következő percekben jönnek az ügy részletei. A hajdúszoboszlói járási ügyészség nagyobb értékre elkövetett síkkasztás büntette miatt emelt vádat az ellen a hajdúszoboszlói férfi ellen, aki nem várta meg, hogy a tulajdonos elszállítsa az ingatlanáról a vas állványokat, hanem azokat eladta.
A vádlott házastársa a bűncselekmény elkövetését megelőzően egy gazdasági társaságnál dolgozott, mely 2019 elején csődbe ment. A vádlott a végelszámolónak 2019. februárjában felajánlotta, hogy az Ebessen lévő házának pincéjében ingyenesen és huzamosabb ideig elhelyezheti a cég tulajdonában lévő szőnyegek, illetve lakástextília bemutatásához használt fémből készült állványokat, illetve polcokat. A megállapodást követően a végelszámoló az állványokat és egyéb berendezési tárgyakat a vádlott ebesi házának pincéjében tárolta. 2019 során a vádlott ebesi házát elárverezték, a vevő pedig felszólította a vádlott családját, hogy 2019. szeptember végéig költözzenek ki onnan. Ezután a vádlott tavaly augusztus elején felhívta az végelszámolót, hogy a nála elhelyezett állványokat és polcokat haladéktalanul szállítsa el. Erre azonban augusztus végéig nem került sor, ezért a vádlott a rábízott állványokat vashulladékként értékesítette 300 ezer forintért. A vádlott ezzel több mint 4,5 millió forint kárt okozott a gazdasági társaságnak, amely az állványok lefoglalásával és a sértett képviselője részére történő visszaadásával teljes egészében megtérült. A hajdúszoboszlói járási ügyészség a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlott ellen nagyobb értékre elkövetett sikkasztás büntette miatt emelt vádat a hajdúszoboszlói járásbíróságon. A járási ügyészség a büntetővégzés meghozatalára irányuló vádiratban indítványt tett arra, hogy a járásbíróság tárgyalás lefolytatása nélkül az iratok tartalma alapján a vádlottat felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje és 300 ezer forint erejéig rendeljen el vagyonelkobzást. Beszámoltunk korábban egy foglalkoztatási pályázatról, a Sáréti Paktumról. Bodó Sándor államtitkár szavait idézzük most, aki úgy fogalmazott, idézem, mindenkivel előfordult már, hogy kilépve saját közösségéből idegen emberekkel találkozik. Az első néhány mondat után állandó téma, hogy ki honnan is érkezett. Ilyenkor kellő büszkeséggel nevesítjük szülőhelyünket, bemutatkozunk. Néhány perc múlva eljut a beszélgetés arra a szintre, hogy a számunkra legkedvesebb szereplőket, eseményeket, tárgyasult dolgokat bemutatjuk. Szerencsés az az ember, aki vendégeket fogadhat. Ilyenkor szívesen ajánljuk figyelmébe a minket körülvevő értékeket. Megtörténik, hogy csak egy-két dolog jut eszünkbe, olyanok, ha több időt szánunk rá, ha mélyebben belegondolunk, akkor jövünk rá, hogy sokkal gazdagabb a világ körülöttünk, mint amit első pillanatban képesek vagyunk bemutatni vagy ajánlani. A magyar vidék mérhetetlen kincseket rejt, amelyek mentén szervezték őseink életüket. Igaz, hogy modernebb lett a világ, megváltozott a technika, de a több generációs tapasztalatok nem vesztek el. Következik a Sáréti Paktumról szóló kis film. Mintha csak megállt volna az idő a hajdúszoboszlói gazdaházban. A Ceglédi család által építetett, csaknem 200 éves ház fürdőszobájának ajtaját hiába keresnénk, nem járnánk sikerrel. Eleink ugyanis a mosakodáshoz használatos eszközöknek mindössze egy sarkot alakítottak ki. Vaskóné Bori, a Porta gazdasszonya férjével él itt. Az ide látogatóknak sokat mesél arról, milyen volt régen az élet. És nem csak meséli, meg is mutatja. Most éppen kaprós dübbencset készít. Alányúlok a tésztának, és egy nagyon hirtelen mozdulattal ráfordítom. Ezt pedig négyszer kell megismételni, így 16 rétegből fog állni a tészta, és minden rétegbe kerül kapor. Az asztalra kerülő ételek közül szinte mindegyik egyenesen a házi kemencéből jön, így természetesen a kenyér is. Az tulajdonképpen nekem egy olyan 3x5 perc, 3x10 perc, hogyha nagyon lassan dolgozok, tehát egy fél órámból ki van. Hogyha azt veszem, hogy elmegyek a boltba csak kenyérért, tehát semmi egyéb dolgom nincsen, csak kenyeret akarok venni, ez több időbe kerül. Az időt pedig be kell osztani. A gazdák minden nap 4:30-kor kelnek. Várnak rájuk az állatok, a növények és a temértek ház körüli tennivaló. Ez nekünk a gyerekkorunknak szerves része volt, hogy tulajdonképpen ez az életmód.
Mind a ketten falun nőttünk fel, tehát az tulajdonképpen ez a mindennapjaink része volt. És csak visszaemlékeztünk, nagyon sok mindenünk megmaradt abból a régi világból, tehát ahányszor költöztünk, ezek a tárgyak jöttek velünk, és roppant egyszerű volt szétrakni úgy, ahogy az emlékeink szerint azok voltak. Ha évszázadokon keresztül működött az, hogy egy adott térségnek megvoltak a helyi értékei, legyenek azok élelmiszerek, kézműves termékek, megvoltak azok az emberek, akik ezt úgy elő tudták állítani, hogy na abba aztán hiba nem volt, akkor vajon miért szakítottunk ezzel a hagyománnyal? Azt vélem hallani, látni, hogy visszatalálunk erre az útra. Ez pedig már Sárrét udvari, azon belül is a nagy tanya, ahol közel 400 szarvas marha él, melyeknek fele arról gondoskodik, hogy minden nap friss tej és tejtermék kerüljön a hajdubihariak asztalára. Itt zajlik tulajdonképpen az alapanyag előállítás, és ez az ellenőrzésünknek az egyik helyszíne, hiszen innen kerül ki az értékes alapanyag, amit majd az üzemünkbe feldolgozunk. És én azt gondolom, hogy a rövid ellátási láncnak ez is egy nagyon fontos folyamata, hogy mi, maga az élelmiszerüzemünk, a rövid ellátási láncnak egy gyöngyszeme, én azt gondolom, Hajdú-Bihar megyébe kb. 50 üzletbe szállítunk, elsősorban Debrecenbe, de Berettyóújfalóba, Balmazőváros és Hajdú-Göszörményben is. Naponta csak nem 2800 liter tejet termelnek a gazdaságban. A friss áru hamar a boltokba kerül. Órákon belül, napokon belül a termelőtől oda kerülhet a fogyasztóhoz, minimális a költség, hiszen lehet, hogy egy településen laknak, egy kis térségben laknak, egészen más az egészségügyi kockázat tulajdonképpen nincs is, hiszen egy közösség az, ami megéli ezt a lehetőséget. Éppen ez a pandémiás helyzet rávilágította arra, hogy mennyire sebezhetőek vagyunk, mennyire szükség van arra, sokat hangoztatott a rövid ellátási láncra, ami azt mondja, hogy a helyben megtermelt termékeket helyben dolgozzuk föl, és helyben fogyasszuk. Egy kicsit rávilágít arra, hogy amit meg tudunk magunk tenni, azt nem kell másoktól elvárni. Készülnek a joghurtok a tejfeldolgozóban. Meggyes, kajszi barackos, epres, sőt mangós is kerül a polcokra. A munkából az ifjabb lendvai fiúk is kiveszik a részüket. Maga az előállításban a négy fiunk közül már kettő. Az egyik fiam az állattenyésztésben, a másik fiam pedig a tejtermékgyártásban vannak 100%-ban, és hát ők egy garancia arra, hogy mi a nevünket, arcunkat, tudásunkat és lelkünket adjuk ezeknek a termékeknek. A minőségért. Az igazán sikeresek abból a körből kerülnek ki, ahol van valami családi tradíció. Ezek általában mindig jobban haladnak, ezek a vállalkozások, ezek a termelők, ahol van hova visszanyúlni, hát nyilván a gyökerekhez. A joghurton kívül készül még itt túró, tejföl, vaj, kakaó és pasztőrözött tej is. De akadnak itt igazán különleges házi sajtok is. A malomkő például fél évig érlelődik, mielőtt kereskedelmi forgalomba kerül. A feldolgozás során törekedünk arra, hogy adalékanyag mentesség legyen. Nem tudom azt garantálni, és egyetlen egy mai feldolgozó sem tudja, hogy teljesen adalékanyagmentes. Hiszen nagymamáink is tettek szalicil, vagy aspirin, vagy borkésovat valamit, de igenis az emészhetőség irányába, az organikus étel irányába megyünk el. Minél könnyebben, jobban emészhető legyen a szervezetünk, minél jobb összhangban legyen az étellel, amit beviszünk. És akkor abban hiszünk, bízunk, hogy egy életminőségjavulást is érünk el. Sajtkészítés, hát ez egy különleges művész. Hát nem mindegy, hogy milyen az alapanyag. Mit evett a tehén? Ugye mi azt gondoljuk, hogy
hogy a magyar mező, azok a gyógynövények, amelyek egyébként megvannak még a magyar mezőkön, ami igazából egy különleges ízt ad a feldolgozott termékeknek, mindegy, hogy milyen tejtermék, az az ízvilág, az vissza fog jönni. Én bízom benne, hogy ez a tevékenység akár a tejmalom esetében, akár mások esetében egy olyan hozzáadott értéket ad, amivel tudunk versenyezni. Gyógynövényekből a gazdaház körül sincs hiány. A kertben több mint 50 féle van belőlük. Stresszoldásra, ízületi panaszokra és megfázásra is találunk orvosságot. Az lestján például vízhajtó, nagyon jó vízhajtó, de ugyanúgy a zeller, a petrezselyem az is vízhajtó. Sőt, a tarackbúza, az a másik, amit nagyon csúnyákat mondva szoktak kiszedni a földből, mert hogyha benne marad a földben egy 5 centis darab, akkor onnan már megint telepet tud csinálni. Na de ez a tarack éppen az, amit megszárítva, megfőzve tejának egy vízhajtó hatást tudunk elérni. A gazdasszony bemutatja a látogatóknak, hogyan termeszti, majd gyűjti be a gyógynövényeket, és tanácsot ad abban is, melyiket milyen betegségre kell használni. Itt többek között gyógyteát is lehet kóstolni. A termelő nem sunnyog. Alapszabály. Ott van az arca, legtöbbször ő árulja, vagy valamelyik családtag, tehát nincs sunnyogás. Megmutatja a terméket, kibontja, tessék nézd, ez van benne. És akkor nyilván az ember nyugodt szívvel vásárol akármilyen termék, és az már úgy értem, hogy legyen az bármilyen méz, vagy húskészítmény, vagy bármi, sokkal szívesebben azt mondja, hát tudom, mit veszek. Hát ettől nem kell nagyobb biztosíték. Kocs, 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 kocs. És akkor, amikor veszélyt érez a kotló, akkor ilyen hangot ad ki, hogy... Csöndben. És csöndben. A házi állatok szinte tyúkanyúként tekintenek a gazdájukra. Van egy kis baromfi udvarunk, ott erdélyi kopasznyakú, kendermagos tyúkjaink, csirkéink szoktak lenni, és tehát a tojással ellátnak bennünket, igyekszünk úgy takarmányozni őket, hogy csak a természetes eleséget kapják, tehát tulajdonképpen egészséges tojást is eszünk, egészséges húst eszünk, egészen más, mint a boltban kapható. Ez már ismét Sárét udvari. A tejfeldolgozó mellett a húsüzemből is minőségi ételek kerülnek ki. Itt látszik, hogy egy pici kére kialakult a sódás és a füstölés miatt. De ízében én szerintem mind a kettő ugyanazt az ízélmény és finomságot nyújtja a majdani vevőnek is kóstolni. Kolbász, sonka, virsli és szalámi. Hazai ízek, hazai módra. Mitől lesz különleges egy helyi termék? Attól, hogy valóban azok az ízek jönnek, valóban azok a termék alapanyagok jönnek, amelyek pótolhatatlanok. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy azok a termelők és azok a szervezetek, azok a gazdálkodók, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ebben a tevékenységben részt vesznek, és nem engednek maguknak egy ilyen multikulturális fogyasztást is ráerőltetni a rendszerre, ők még tartják magukat, nekünk pedig azt gondolom az a feladatunk, hogy adjunk meg minden olyan támogatást, ahol tudjuk őket a piacra jutással, a technológia korszerűsítésével segíteni. Én úgy gondolom, hogy a helyemen vagyok, szeretem csinálni, és nagyon nagy kegyelmi állapot az, hogyha az ember teheti azt, amit szeret csinálni.
Szeptember 16-án szerdán a délelőtti órákban Ebest és Hajdúszobátot összekötő úton eddig tisztázatlan körülmények között két személy gépkocsi frontálisan karambolozott. A baleset következtében az egyik karambolos gépjármű az útmenti fának csapódott, majd a tetején állt meg. A sofőrt a hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a roncs fogságából, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A helyszínre helikopter is érkezett a súlyos sérültekhez. A hatóság munkatársai a műszaki mentés és a helyszínelés időtartamára teljes útzárat rendeltek el. A hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központban agrárkonferenciát rendeztek a Hajdú-Bihar megyei ifjú gazdakör és a megyei gazdakör közös szervezésében szeptember 11-én, ahol sok aktuális szakmai kérdés került szóba a nap folyamán, mint például a generációváltás a mezőgazdaságban, birtokvédelem, robotika és precíziós technológiák. A Hajdú-Bihar megyei ifjú gazdag-gazdakör és a Hajdú-Bihar megyei gazdakörök szövetsége szeptember 11-én agrárkonferencia címmel rendezvényt szervezett a kulturális központban. A konferencia lényege és célja a jövőbeli lehetőségeket kiaknázva előre menni. A rendezvény előtt Szigeti Szabolccsal a Hajdú-Bihar megyei ifjú gazdag-gazdakörének elnökét kérdeztük az agrárkonferencia programjairól és fontosságáról. A mai konferencia nagyon különleges számunkra, ifjú gazdák számára, mert ma egy éves a Hajdú-Bihar megyei ifjú gazdakörének a egyesülete, úgyhogy ünnepi agrárkonferenciát szerveztünk. A fő témánk és a lényeg az lenne, hogy az ifjú gazdáink a nagyjainkkal összefogva a megyébe egy konferenciát szervez, a jövőről beszéljünk, és lássuk azokat a lehetőségeket, hogy milyen irányba tudnak tovább menni a gazdálkodásuk folyamán. Milyen előadókkal találkozhatunk a mai napon? Milyen témákat fog pontosan érinteni a konferencia? A témákat tekintve az első előadónk Pajna Zoltán, a megyei közgyűlésének az elnöke, aki a Creative Regionnak a programjáról fog beszélni részletesen. Aztán egy Mezei Dávidunk lesz a Takarékbanktól, aki szintén az agrártrendekről fog beszélni a jövőt illetően. Az Agrárminisztériumtól jön egy Nagy Attila, aki a stratégiáért felelős főosztályvezetője. Ő a KAP tervezésért, illetve az uniós támogatások jelenlegi állásáról fog beszámolni, hogy hogyan állnak a tárgyalások az unióval. És a legvégén pedig Tasnádi Gabriella fog egy nagyon értékes előadást tartani az öntözésfejlesztés lehetőségeiről. A szervezők nagyon örültek, hogy az ismert körülmények ellenére meg tudták tartani az agrárkonferenciát. Hála az égnek, az agrárium azért helyt állt ebben a koronavírusos veszélyhelyzeti időben, bár az élelmiszeriparunk azért megsínlette ezeket az időket. A konferenciát magát veszélyeztette, mert mi is kivártunk az utolsó pillanatig a szervezéssel, viszont megtettünk minden jelenlegi szabályban érvényben lévő intézkedést annak tekintetében, hogy biztonságosan megrendezésre kerülhessen ez a rendezvény. Pap Zsolt, az Agrárminisztérium vidékfejlesztési államtitkár helyettese a konferencia előtt beszámolt stábunknak arról, hogy egy éve alakult meg Hajdú-Biharban a MAGOSZ ifjú gazdatagozata, amely országos viszonylatban meghatározóan működik, továbbá arról, hogy milyen tevékenységeket folytatnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy mai napon megrendezésre kerülhetett az ifjú gazdáknak egy ilyen kongresszusa, konferenciája. Azért is jeles alkalom a mai nap, mert ma egy éve alakult Hajdú-Bihar megyében a MAGOSZ ifjú gazdatagozata, amely kimagaslóan jelentős létszámban, országos viszonylatban is meghatározóan alakult, illetve működik. Országos viszonylatban eredményként tudunk beszámolni róla, hogy mára talán három olyan megye van, ami a közeljövőben kerül megalapításra, így el tudjuk mondani azt, hogy országos hálózattal része a MAGOSZ-nak az ifjú gazdatagozat. Aktívan részt kívánunk venni mind a generációváltásban, a gazdaság átadás és öröklés folyamában. Az agráriumból élő, közösen gondolkodó fiatalok olyan tömörülete lenne az ifjú gazdatagozat, aki kívánja egyébként véleményét hallatni, hangját hallatni ezekben a fajsúlyos kérdésekben. Az ő életüket, a mi életünket érinti ezeknek a kérdéseknek a rendezése. Milyen tervek vannak még az év hátra levő részére? Én azt gondolom, hogy kiemelt jelentőséggel bír az uniós forrásoknak a felhasználása során való véleményalkotásunk. Itt állunk az átmeneti évek és az új költségvetésnek a küszöbén, és ehhez kapcsolódó véleményformálásra kívánjuk felhasználni. A regisztrációkat követően Hajdúszoboszló város polgármestere köszöntőjében üdvözölte a résztvevőket, és néhány szakmai kérdést vetett fel, mint például az előttünk álló évtized kihívásait.
Az agrárium az egy rendkívül fontos része a magyar gazdaságnak. Sok minden más mellett azt gondolom, hogy meghatározó eleme a magyar nemzetgazdaságnak. Ugye jól tudjuk, hogy a mai struktúrában a gazdatársadalom, hát mondjuk így, hogy elöregedőben van, hiszen több mint 30%-a 65 év feletti a gazdáknak, és a 35 év alattiak alig érik el a 6%-ot, ugye ezek a statisztikából kimutatható számok. És ugye, ahogy Jakab elnök úr említette a gazdaestéken, bizony nagyon fontos, hogy azok a birtokviszonyok, birtokrendszerek hogy is fognak alakulni a következő években, hogy ne darabolódjanak, és hogy a hatékonyság az meg tudjon maradni. De hát itt kopogtat az új szuper technológia, a robotika, és minden más olyan, akár a technológiák fejlődése kapcsán, akár az öntözési rendszereknek a fejlődése, amely nagyon fontos lehetőséget kínál a következő évtizedben abba az irányba, hogy a mezőgazdaság a kor szellemének és követelményének megfelelően tudjon fejlődni. Polgármester úr köszöntőjét követően Bodó Sándor foglalkoztatásért felelős államtitkár úr és Örvendi László a Hajdú-Bihar megyei Magosz elnöke köszöntötte a konferencián megjelent résztvevőket és gazdákat. Nyilván volt egy nagyon komoly dilemma, hogy esetleg teljes határzár, de hát az anarchiához vezetett volna, emberileg is, de gazdaságilag is. Ezért aztán ezeket az intézkedéseket most kell, vagy most kellett meglépni. Lehet, hogy én vagyok most itt a konferencia részvevői között a legidősebb, és ezt büszkén mondom, és bízom benne, hogy rövidesen, ahogy terve is van, tudjuk átadni idősebb gazdálkodók azokat a gazdaságokat, amit az elmúlt 30 évben bizony nagyon sok munkával, nagyon sok erőfeszítéssel, néha azt lehet mondani, hogy ütközések tömkelegével, mert sajnos ilyen is volt, meg tudtuk tartani a birtokainkat, tudtuk a gazdálkodásunkat javítani. A konferencia során Jakab István, a Magosz elnöke ismertette a megjelentekkel, hogy 1000 tonnát meghaladó búza gyűlt össze a Magyarok Kenyere program keretében, továbbá, hogy 500 000 forintot gyűjtöttek a megyei ifjú gazdák, és ezt jelképesen átadták a Magosz elnökének. Nagyon szépen köszönöm, valamennyi rászoruló családok. Több felújítás is történt a közelmúltban a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocska István szakközépiskolájában és szakgimnáziumában. Harsányi István az intézmény igazgatójával beszélgettünk ennek részleteiről, valamint a tanévkezdésről. Elkezdődött a tanév a Bocska István szakképző iskolában is, azonban mielőtt az aktualitásokról beszéljünk néhány felújításról, ami az elmúlt években történt, melyek ezek? Iskolánkat a 70-es évek elején építették, közel 50 éves épületről van szó. Először még önkormányzati fenntartásban működött, majd a klikkes fenntartás következett, és végül is a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeként, most már iskolájaként van nevezve ez az iskola. Az önkormányzat elég sok pénzt adott arra, hogy a szükséges karbantartásokat elvégezzük, állagmegóvást biztosítsuk. Lehetőség volt fejlesztésre is, üvegfalakat felújítottuk néhány évvel ezelőtt, a nyitott udvart befettük mindennapos testnevelés biztosításának érdekében. De az elmúlt 2-3 évben a fűtési rendszer olyan rossz állapotba került, hogy például 2017 telén többször le kellett engedni a fűtési rendszerből a vizet, mert kiukadtak a csövek, elkorodáltak, ugyanis egy különálló kazánházban volt elhelyezve a kazán, alagút csatornában acélcsövön keresztül érkezett az iskolába, ezeket a csöveket a korrózió már megette, és az 50 év alatt, és kiukadt, elfolyt a víz, tehát ez igen bizonytalanná tette volna az iskolának a működését téli időszakban, mert próbáltuk a hétvégékre időzíteni,
fűteni ezeket a felújításokat, amikor le kellett engedni a vizet, nem volt fűtés. A régi kazánház helyett az iskolában alakítottunk ki egy kis kazánházat, ide szép új energia takarékos kazánokat helyeztünk be, három kazán biztosítja az iskolánk fűtését, és már az alagútban nem haladnak a csövek, így az élettartama is nagyobb lesz ezeknek a fűtési rendszereknek. Jó, szabályozható, energiatakarékos lesz. A következő felújítás a tető szigetelése volt. Korábban még az önkormányzati fenntartás alatt elég sokszor beázott a tetőnk, ugyanis a tető kialakítása ilyen összefolyó rendszerrel van megoldva, és a tantermeken belül egy acélcsövön keresztül a földbe lévő csövön keresztül eljutott a csapadékvíz elvezető rendszerbe, és a bitumen sajnos megolvadt a felújítások során, belefolyt ebbe a csőbe, amikor meleg volt, megolvadt, és a csőben pedig megdermedt, így elzárta a víz útját, és mint medence, 9 medence volt az iskolánk tetején, és ezt a szigetelés nem bírta. Most átalakítottuk ezt a csapadékvízelvezető rendszert, nem a földig jut el ez a cső, a tantermek mennyezetén vezetjük ki egy bedobozolt zárt rendszerben, és itt a iskolánk oldalán vezetjük le a csöveket, és úgy csatlakozik be a hálózati csapadékvízelvezető rendszerben. A tető szigetelése már együtt járt a hőszigeteléssel, és 15 cm-es hőszigetelőanyagot tettünk fel, gondolva arra, hogy olyan teherbírású legyen, ha későbbiekben szeretnénk napelemet felszerelni, arra is alkalmas legyen. Most már egy-két évben működött ez a rendszer, jól vizsgázott, nincs beázása az iskolának. Egy következő felújítás volt az nyilászárók cseréje. Olyan nyilászárókat építettek be annak idején, hogy vízszintesen billent az ablak közepén el az ablak keret közepén, és így ezáltal a tetej az ablaknak bekerült, a tanterem fele, az alja pedig ki a szabadba, és az alsó rész igencsak ki volt téve az időjárás viszontagságainak. Eső, hó érte, itt használódott az ablak keret alja, és veszélyessé vált, mert az üvegtábla kicsúszhatott volna, hát még hál' Istennek nem volt baleset belőle, de ezt az előző évben meg tudtuk oldani, modern, jó hőszigetelésű műanyag nyilászárókra cseréltük ki az ablakokat, ajtókat. Ennyi felújítás után még mindig nem ért véget a sor, ha lehet így fogalmazni, hiszen a hőszigetelés is megújult, kicserélődött, hogyan? Igen, hát már ez is 50 éves volt a külső homlokzata az iskolának, és a hőszigetelés szükséges most már szinte minden épületen a gazdaságosabb fűtés érdekében. 15 cm-es hőszigetelő anyagot tettünk fel a falra, és kívül pedig nemes vakolat burkolatot kapott az intézmény ebben az évben. A felújítás részét képezte a vizes blokkoknak is a felújítása. Milyen formában és hány vizes blokkot érintett ez? A vizes blokkokat is felújítottuk, minden tanári és tanulói vizes blokk megújításra került. Itt is már a csövek elkorodáltak, néhány helyen csepegések keletkeztek. Minden szerelvény csövet kicseréltünk, új burkolatokat, új küszöböt kapott a vizes blokk. Kialakítottak egy orvosi szobát is, ezt mi indokolta? A tanulóinkat orvosvizsgálatra az iskolaorvoshoz kísértük el, ez elég sok időt vett igénybe, míg egy kísérőtanár elkísérte a diákokat az iskolaorvoshoz, ott várakoztak, aztán visszakísérte, elég sok volt a kiesés az oktatásban, így azért, hogy hatékonyabban tudjunk dolgozni, arra gondoltunk, hogy egy iskolaorvosi szobát az iskolánkban kialakítunk, és az iskolaorvos és az asszisztense jön hozzánk, és a diák
diákokat nem egyszerre méri, hanem egy-két diákot kell elhozni az óráról, a többiek tanulhatnak, és így hatékonyabbá vált az oktatásunk. Elkezdődött a tanév, a 2021-es tanév az intézményben el tudott indulni hagyományos módon? Igen, jól előkészítettük a vírushelyzet ellenére a tanévet. Van diákunk, nagyon sok jelentkezőnk volt, 4 9-es osztályt tudunk beindítani. A mezőgazdasági gépész, szakács, cukrász, spincér, vendégtéri szakember, a pincérnek megváltozotta az elnevezése, kereskedelmi értékesítő, az eladó helyett, amilyen szakmát indítottunk, és foglalkozunk még érettségire felkészítéssel is, megvannak a diákjaink egy osztályban, akik nappalin készülnek az érettségire, és estén is van lehetőségünk érettségi képzésre. Ezek a diákok 2 év alatt érettségi bizonyítványt szerezhetnek. De folytatódik még a felnőtt oktatási képzés is, a szakmákat is közismereti tartalom nélkül 2 év alatt megszerezhetik a diákok nálunk. Milyen óvintézkedéseket vezettek be? A minisztérium egy rendeletet adott ki, mely leszabályozza, hogy milyen feladataink vannak. Például itt a bejáratnál lehet látni a készfertőtlenítést, van egy automata készfertőtlenítő berendezés itt lent, a titkárságon egy másik, de kívánunk még beszerezni több ilyen fertőtlenítő adagoló szerkezetet tankonyhára és a műhelyeinkbe is. Rendelkezünk hőmérővel vagy lázmérővel, most még nem kellett használni, de információk szerint október 1-től kötelező lesz az iskolákban a lázmérése a beérkező diákoknak, hát erre még körülbelül 5 hőmérőre, lázmérőre lesz szükségünk, melyet a centrumunk megígért, hogy meg fogjuk kapni. Aztán felfestettük, felragasztottuk 1,5 méterre a szalagokat a büfé előtt, hogy ne legyen tömeges a jelenléte a diákoknak, 1,5 méterre álljanak meg, illetve az iskolatitkár ajtaja előtt van egy ilyen szabályzás. A tantermekben a jogszabály szerint, ha nem tudjuk biztosítani a 1,5 méteres távolságot a diákok között, akkor kötelező a maszk használata. Hát hál' Istennek sok diákunk van, több mint 400-an kezdték meg a szeptemberben a tanulást iskolánkban. Így nem tudjuk annyira széjjelültetni őket, hogy a 1,5 méter meglegyen, így nagyon sok teremben sajnos maszkot kell használni a diákoknak. A közösségi terekben is használják a diákok a maszkot, nem kötelező, ha a 1,5 métert tudjuk biztosítani, de főleg a szabadba küldjük ki a diákokat szünetben, a friss levegőn, jó levegőn, illetve gondoskodunk a tantermeknek a szellőztetéséről szünetben, és 2 óránként kötelesek a takarító kolléganők a folyosót, korlátot, kilincseket, mosdókat letakarítani, fertőtleníteni, amit egy naplóban jegyezniük is kell. Itt is szeretném megköszönni a Berettyőfölű Szakképzési Centrumnak a támogatását abban, hogy ilyen szépen megújult iskolába várhattuk a diákokat szeptemberben. Köszönjük a munkáját a kivitelezőknek, és nem utolsó sorban köszönöm a munkáját a kollégáimnak, akik sokat tettek azért, hogy ilyen szép iskolában dolgozhatunk. A rendőri vezetők és a bűnmegelőzési szakemberek szeptember 14-én Hajdúszoboszlón a biztonsági protokollnak megfelelően tartották meg a Pusztán 6-an a felzárkóztatásért elnevezésű workshopot. 6 Alföldi megye egyedi pályázat keretén belül folytatott bűnmegelőzési tevékenységet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával 6 megye rendőrségi összefogása az alföldi területeken és tanyákon élők biztonságáért idén is tovább folytatódik. Szeptember 14-én Hajdúszoboszlón találkoztak Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Jász, Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendőrfőkapitányság tagjai Pusztán 6-an a felzárkóztatásért projekt keretében. A rendőrség a prevenciós programmal a falvakban élő, főként időskorú lakosság önvédelmi mechanizmusán és szubjektív közbiztonságérzetén kíván javítani. Ezen a héten zajlik Hajdúszoboszlón Pusztán 6-an a felzárkóztatásért workshop. Mit is jelent ez pontosan?
Míg 2019 őszére tevődik vissza az egész program kezdete, hiszen 2019 őszén Hajdú-Bihar megye és másik 5 megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jászlajkun-Szolnok megye, Békés megye, Csongrád megye és Bás-Kiskun megye, tulajdonképpen az alföldi 6 megye, ezért is a neve a rendezvénynek, pusztán 6-an. Úgy döntöttek, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácshoz pályázatot nyújtanak be, kifejezetten a tanyákon vagy a külterületeken élő idősebb korú korosztály védelme érdekében, az őket érintő bűncselekmények megelőzése, az ő áldozattá válásuk megelőzése érdekében. A pályázat nyert, és ennek a pályázatnak a keretén belül valósul meg ez a projektelem, aminek most gyakorlatilag a szemtanúi lehetünk. Minden megyéből 5 polgárőrt, szociális szférában dolgozót, falugondokot, tanyagondokot hívtunk meg erre a képzésre. Két turnusos egyébként, tehát hétfőn kedden egyik turnus, szerdán csütörtökön másik turnus, tehát összesen 60 ember részesül egy ilyen oktatás képzésben. Amikor összeállítottuk a mai nap tematikáját, akkor megkérdeztük az érinteteket, hogy milyen jellegű információra lenne szükségük ahhoz, hogy a munkájukat hatékonyabban tudják végrehajtani vagy végezni. És egyöntetően azt nyilatkozták, hogy egy kommunikációs tréningre lenne szükségük, egy intézkedés taktikai, balesetmegelőzési, életmentési tréningre lenne szükségünk, valamint egy csapatépítő tréningre, és ennek megfelelően állítottuk össze a tematikát. Tehát gyakorlatilag a másfél napos vagy két napos rendezvény ebből a három összetevőből áll. Azt reméljük ettől a rendezvénytől, hogy aki itt van és részesül ebben a képzésben, az a saját szakterületén fogja tudni alkalmazni azokat az információkat, amelyek itt elhangoznak. Akár a kommunikáció, akár egy életmentés, akár egy a csapatban elfoglalt helyet érintően is. Úgy gondoljuk, ha csak egy-két olyan embert tudnak ezek az emberek megóvni attól, hogy bűncselekmény áldozatává váljon, mert használni tudják az itt szerzett információkat, akkor úgy érdemlem, hogy megérte ez a rendezvény. Évről évre vannak olyan bűncselekmények, esetek, amelyek kifejezetten az időskorúak becsapására specializálódtak. Ezen esetek megelőzésére, felismerésére próbálja felhívni az idősebb korosztály figyelmét a rendőrség. Tükkös csalásokat teszi gondolni, mert évről évre folyamatosan csökken egyébként az időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekményeknek a száma. Tehát csak megyei összesen eredményt tudok mondani. Volt olyan év, hogy 2000-2500 az idei évben, vagy a tavalyi évben, ez már jócskán 1000 alá csökkent. De évről évre vannak olyan bűncselekmények, amelyek a közérdeklődést leginkább, még egyszer mondom, évről évre vannak olyan események, amelyek borzolják az emberek kedélyeit. Azért, mert vannak olyan elkövetők, amik kifejezetten arra hajtanak rá, hogy időskorúakat verjenek át. Az időskorúak azok, akik életkoruknál, fizikai adottságaiknál fogva lényegesen könnyebben befolyásolhatók, lényegesen könnyebben megtéveszhetők. Vannak olyan emberek, akik erre kimondottan ráutaznak, és mindenféle legendával vagy ürüggyel megpróbálnak a közelükbe férkőzni. Napjaink sláger témája, hogy az unokázós csalás, amikor azzal az ürüggyel vagy azzal a legendával keresik meg az időskorút, hogy valamelyik unokája vagy valamelyik családtagja nehéz helyzetbe kerül, és onnan csak úgy tud szabadulni, hogyha pénzt fizet. És nem muszáj az, hogy balesetet szenvedett, lehet, hogy mit még karambolt okozott, lehet, hogy csak kölcsönkért és nem tudja megadni, és hát ilyenkor az időskorú elhívén gyakorlatilag azt, hogy ez a legenda valós, nem kérdez utána, nem érdeklődik utána, hogy ez valóban így történt-e, hanem automatikusan veszi a pénztárcáját és fizet. Tehát noha egy kezemben meg tudnám számolni, hogy hány ilyen van, mert azért sokan nem dőlnek be ennek, de mindig van olyan, és a legnagyobb tétel mostanában lehetett hallani tévében, rádióban, 20 millió forintot sikerült így csalóknak kicsalni egy időskorúból. Tehát összességében azt tudom elmondani, hogy az időskorúak könnyebben megtéveszthetőek, könnyebben lehetőséget biztosítanak arra, hogy ők saját maguk áldozattá váljanak, mondok egy egyszerű példát, kinyitják az ajtót akár, ha kell, ha nem, hogyha valaki becsenget hozzájuk, hogy aláírnak bármit, amit odadugnak, mindent elhisznek, hogy valaki szolgáltatótól jött, valaki közműtől jött, valaki az önkormányzattól jött, tehát és ezekre fel kell hívni az idősebb korosztály figyelmét, és kihívja fel az idősebb korosztály, egyrészt a hatóságok, rendőrség, akik a képzésen most részt vennek, szociális szférában dolgozó polgárőrök, másrészt nagyon nagy felelősség van a családnak is, hiszen a családban mindenkinek van olyan idős, aki
hát hogy is mondjam, már érintett ebből a, vagy érintett lehet ebben a bűncselekményben, hívják fel a családtagok, az időskorúnak a figyelmét, hogy ilyen probléma előfordulhat, ilyenbe bárki belebotolhat, hogy ne dőljön be neki, inkább egy ilyen ellenőrző telefont eresszen meg, hívja fel az unokáit, hogy tényleg baleset érte, hívja fel a rokonságot, családot, hogy tényleg valami probléma van-e, és hogyha, és egészen biztos vagyok benne, hogyha egy ilyen ellenőrző telefont valaki megenged, vagy megereszt, akkor már nagyon sokat tudott annak érdekében tenni, hogy ne váljon ilyen trükkös csalás áldozatává. A Pusztán Hatan projekt kezdetben a bűnmegelőzésre összpontosított, de most kiterjesztették a programot a felzárkóztatásra, amely a veszélyeztetett fiatalok integrációját próbálja megcélozni. A program a Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával kerül megvalósításra, és valóban így van, hogy újdonságként most kiterjesztésre került a programnak a tartalma. Ennek köszönhetően az idősebbekre, a fiatalabbakra és a szakemberekre egyaránt fókuszál. A felzárkóztatás az kifejezetten a veszélyeztetett fiataloknak az integrációját próbálja megcélozni. Ennek a keretein belül középiskolás fiatalokat, illetve ifjúsági csoportokat keresünk meg, akik különböző tématerületekben kapnak információkat, tájékoztatást, felzárkóztatást. Próbáljuk egyébként az ő szemléletüket abba az irányba formálni, hogy ők maguk aktív állampolgárá váljanak, és maguk is tegyenek azért, hogy minél kevésbé kerüljenek veszélyeztetett helyzetbe, illetve hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék el. 4 fő területre terjed ki egyébként ez a felzárkóztatás. Azon túlmenően, hogy a bűnmegelőzés kapcsán kapnak hasznos információkat, emellett sor kerül arra, hogy az internetbiztonságról és az online védelemről, adatkezelésről oktassuk őket. Sor kerül egy motivációs programnak, tréningnek a megtartására, aminek a keretein belül fogunk arra is fókuszálni, hogyha lehet, akkor akár a rendvédelem, vagy a bűnmegelőzés más területein, vagy a polgárőrség berkein belül vállaljanak magukra aktív szerepet. Ebben is nagyon szép pályát lehet befutni, és nagyon sok embernek a segítségére lehetnek ezzel. Illetve van még egy tématerület, ez pedig a kulcsképességeknek a fejlesztése. Ez egy nagyon fontos, sokszor sokunk által hangsúlyozott terület, ahhoz, hogy valaki be tudjon illeszkedni a társadalmi normákba, hogy önálló döntéseket tudjon hozni, hogy menedzselni tudja a saját életét, és tartalommal tudja azt megtölteni. Ahhoz vannak olyan kulcsképességek, amelyek elengedhetetlenek, és tulajdonképpen ezzel találják magukat szemben majd azok a fiatalok is, akik kikerülnek a középiskolából, vagy az egyéb oktatási intézményekből, és szeretnének a munkaerőpiacra integrálódni. Úgyhogy éppen ennek a tapasztalatával gazdagodva olyan szervezeteket kértünk fel a programok megvalósítására, illetve olyan szakembereket, akik ebben azért már nagy tapasztalattal rendelkeznek. A trénerek, kócsok, számtalan csoport megtartása van már a hátuk mögött, jól ismerik a célcsoportnak az egyediségét, jellegzetességét, és reméljük, hogy élményszerű lesz maga a felkészítés. 2 verzióban készülünk, az egyik, hogy személyesen szeretnénk elsősorban megtartani ezeket a csoportos alkalmakat. A személyes jelenlétnek mindig nagyobb a varázsa. Másrészt, hogyha bármilyen szűkítés vagy korlátozás lép életbe, akkor viszont felkészültünk arra is, hogy online módon próbáljuk az iskolákon és a szervezeteken keresztül elérni a fiatalokat, és eljuttatni hozzájuk azt a tananyagot, amivel aztán számot is kell adni. Van-e arról adat, hogy hány főt, hány fiatalt érint ez a felzárkóztatási program? Az az igazság, hogy egy kicsit túlléptünk a célon. Összességében a program keretein belül azt vállaltuk, hogy 120 főnek tartunk majd felkészítést, viszont 12 helyszínen, tehát minimum egy 10 fős csoportokban szeretnénk dolgozni. Ez az egyik leghatékonyabb módja. De ha az online verzió megvalósítására kerül a sor, akkor távoktatásban sokkal több embert tudunk elérni. Az iskolák gyakorlatilag minden általuk rendelkező e-mail címre, talán az egész iskolának is kiküldhetik ezt a fajta tájékoztatást. Nyilván azon is múlik, hogy a fiatalok mennyire fogják ezt élményszerűnek és interaktívnak találni, hogy megtekintik, illetve fog aktív feladatokat is tartalmazni. Úgyhogy reméljük, hogy részt vesznek rajta. Próbáljuk egyébként ezt ösztönözni, úgyhogy fogunk egy bűnmegelőzéshez kapcsolódó pályázatot hirdetni a résztvevők körében, és osztálykirándulásnak a támogatását lehet elnyerni.
A konferencián civil résztvevők is jelen voltak, akiket megkérdeztünk, hogy a program keretein belül megszerzett tudást, információt, tárgyi eszközöket milyen módon tudják hasznosítani a saját tevékenységük során. Amikor felkértek erre, hogy vegyek részt ezen a tréningen, nagyon szívesen és örömmel vettem. Voltam már hasonló tréningeken is. Tehát itt nagyon sok információhoz jutunk, amit a kapcsolatépítésben is tudunk hasznosítani. A mai délőttünk a kommunikációról szólt, ezáltal nagyon sok olyan információ jutott a birtokunkba, ami alapján könnyebb az embereket besorolni, vagy jobban tudunk kommunikálni velük. Az önök településén melyek a legnagyobb problémák, amikkel esetleg találkozhatnak a mindennapok során? Hát ez az elidegenedés, az, hogy az emberek már nem igazán figyelnek úgy egymásra, és hogy több a kommunikációt egy kicsit felerősíteni, hogy figyeljenek egymásra, hogy törődjenek, vagy szólítsa meg. Ott van egy lyuk, azt tett hozzá. Hogy álltok? Úgy jó. Úgy jó. Sporthíreink következnek, ezen a héten futással foglalkozunk. Rendszeres futás hatására javul a vérkeringés, így több oxigén jut a szövetekhez. Ezt már akár 4-6 hét után is érzékelni lehet. A mozgás közben endorfin, vagyis boldogsághormon termelődik, amitől sokat javul az ember hangulata. A mozgás ezen kívül hatással van még az anyagcserére, felgyorsítja azt, de kedvezően befolyásolja a cukorbetegséget, a hormonháztartást és az idegrendszert is. Az utóbbi hetekben újra elkezdődtek a szerda reggeli futások Hajdúszoboszlón, amely során egy kis testébresztő közös szerda reggeli futásra invitálják a sportág szerelmeseit. Sári Marian futónagykövetet arról kérdeztük, kiknek, milyen közösségeknek ajánlja ezeket a reggeli futásokat. Rendszeres futás hatására javul a vérkeringés, így több oxigén jut a szövetekhez, ezt már akár 4-6 hét után is érzékelni lehet. A mozgás közben endorfin, vagyis boldogsághormon termelődik, amitől sokat javul az ember hangulata. A mozgás ezen kívül hatással van még az anyagcserére, felgyorsítja azt, de kedvezően befolyásolja a cukorbetegséget, a hormonháztartást és az idegrendszert is. Az utóbbi hetekben újra elkezdődtek a szerda reggeli futások Hajdúszoboszlón, amely során egy kis testébresztő közös szerda reggeli futásra invitálják a futás szerelmesét. Sári Marian futónagykövetet arról kérdeztük, kiknek, milyen közösségeknek ajánlja ezeket a reggeli futásokat. Ilyenkor amatőr futók találkoznak és futunk együtt, attól függően, hogy hányan vagyunk, vagy milyen teherbírású futók jönnek. Leggyakrabban a rekordtempáján szoktunk futni, mert ez mindenkinek megfelelő. Ha viszont olyan futók jönnek, hogy hosszabb távon, akkor annak is van lehetősége nyilván, hogy mi tovább fussunk adott 5-10 vagy akár több kilométert. Miért pont a reggeli órákat választottátok a közös futásokra? Egyrészt meleg van még, tehát reggel a legalkalmasabb. Másrészt nyilván sokan dolgoznak ebben az időpontban, de most jelen pillanatban még én is ekkor tudom ezeket a közös futásokat megcsinálni, mert este edzéseket tartok. Aztán majd igény szerint ez alakítható, de ez a futószerda, ez a szerdai reggeli 8 órás időpont szerintem ez marad fixen. Maximum egy kicsit tolhatjuk, mert többen jelezték, hogy még gyereket óviba víz, iskolába víz, és 9 órától lenne jobb. Október 1-től ez is kivitelezhető. Mekkora létszámmal vesznek részt a lakosok ebben a reggeli futásban? Ez annyira változó, mert ez nem olyan régóta van, tehát most 4-5-en van, hogy 3-an, mikor mennyi. Ennek egy kicsit még idő kell, mert aki már nyilván régebb vagy hosszabb távokat fut és régebb óta, ők elmennek maguknak, vagy terepen futnak, rengeteg a terepfutó Hajdúszoboszlón. Aki viszont még kezdőfutó, nem mer eljönni. Tehát itt is biztatnék mindenkit, hogy egészen nyugodtan, nem úgymond az én tempóban, vagy a legjobban futó tempójában futunk. Aki tud egy picit gyorsabban, tud lassabban, és fordítva ez nem igaz. Tehát mindig igazodunk ahhoz, aki a leglassabban tud futni. Nem fogjuk ott hagyni. Ha valaki el szeretne kezdeni futni, az alábbi tanácsokat érdemes megfogadnia. Ha valaki egyedül elkezd futni, és még soha nem futott, én mindig azt szoktam mondani, hogy először is, bármilyen viccesen hangzik, meg kell tanulni levegőt venni. Ugyanis az emberek 99%-a kapkodva veszi a levegőt, nem szívja le mélyen, úgymond a hasba a levegőt, és ebből vannak ezek a problémák, hogy szúr az oldalam, itt fáj, ott fáj, amott fáj. És nem szabad egyből, nem tudom én milyen távoknak neki indulni. Én mindig azt szoktam mondani, fusson
5 percet, sétáljon 2 percet, vagy ha fordítva jobban esik, akkor úgy. A lényeg az, hogy előbb-utóbb, tehát a futással nagyon gyorsan lehet fejlődni, de nyilván kell hozzá egy kis kitartás is. Most az indián nyarat éljük, jelenleg még nagyon jó idő van a futáshoz. Mi lesz, ha beköszönt a rossz idő? Tudtok ugyanúgy még a szabadban futni, vagy van lehetőség beltéri futásokra? Én nem futok beltéren, én nem futok futópadon, próbáltam már. Aki ilyenkor elkezd futni, és fokozatosan fut, ahogy jön az ősz és romlik az idő, semmi problémája nem lesz a téli futással, de ezért kell megtanulni a levegővételt, hogy ne a száján keresztül kapkodja, mert annak torokfájása vége. Egészségünk megőrzéséhez hogyan járul hozzá a futás, főleg így, hogyha most meg akarjuk előzni az egyes betegségeket? Hát én azt mondom, hogy a friss levegőn való mozgás az mindenek előtt. Ugye ezt még ajánlották is, amikor ez a karanténos időszak beköszöntött, és mindenképpen a fokozatosság. Tehát nem szabad leterhelni a szervezetet egyből olyan teljesítményekkel, amire nincsen felkészítve még. Tehát csak fokozatosan. A vírushelyzet miatt az elmúlt héten megrendező akvafutás elmaradt, de milyen más program, rendezvény vagy esetleg futóverseny várható a közeljövőben még? Igen, az akvafutást sajnos lemondták, de most volt Budapesten a BSI szervezésében a vízeres félmaraton. Most ennek megszervezték az úgymond virtuális változatát, ami azt jelenti, hogy 20-áig bárhol, aki ahol éppen él, tartózkodik, lefuthatja ezt, ugyanúgy nevezni kell, ugyanazt a gyönyörű szép érmet kapják meg, úgyhogy ezt fogjuk a héten mi is lefutni, aki szeretne csatlakozni hozzánk, még megteheti. 10 kilométeres távban, félmaratoni távban, amit viszont egyéniben, párban és trióban is lehet teljesíteni. Úgyhogy akinek esetleg a nevezésben segítségre van szüksége, az szóljon, keressen nyugodtan, mert még nevezhetőek a futók, és vasárnap estig kell ezt a futást teljesíteni. És résen kell lennünk, nagyon résen kell. Elindultak. Hajrá, hajrá, fiúk, 1500 métert mennek ők. Van köztük egy kislány, aki 1000 métert, hogy ne lepődjünk majd meg. Hírozónk végére értünk, maradjanak velünk adásunk további részében is. Magazinunkat Cető Norbert református lelkésszel kezdjük, aki emlékérmet vehetett át néhány nappal ezelőtt.